folytatjuk a 11-es lappal. Tehát akkor a kérdés, ami a 11-es lap kezdődik, az az, hogy van egy brájtánk, aminek az eleje, az első paragrafusa és a második paragrafusa között egy egyértelmű ellentmondás van. Mi az az ellentmondás? Az, hogy úgy tűnik a brájta első paragrafusából, hogyha volt három testvér, Lévi, Simon és Ruvén. Ruvénnak volt egy felesége, Lea. Ruvén meghalt gyermektelenül, Simon halicát adott Leának, tehát így szétváltak, a sógor házassága intézményével nem éltek. Majd ezek után Simon mégis elvette Leát illegálisan, akkor úgy tűnik, hogy a Bright azt mondja, hogy ez a házasság egy érvényes házasság, mert annak kell, hogy illegális, mert ha Simon is meghal gyermektelenül, akkor Lévinek halicát kell adnia Leára. Ha nem lenne érvényes ez a házasság, Nem az a lényeg, hogy érvény. Még egyszer. Volt három testvér, Lévi, Simon és Ruvén. Ruvénnek volt a felesége Lea. Ruvén meghalt. Simon halicát csinált előbb Leával, majd újra elvette a feleségül. Majd Simon is meghalt, akkor úgy tűnik, hogy Lévi és Lea között a tilalom, hogy ők nem házasodhatnak, az egy olyan enyhébb tilalom, mint amilyen enyhe volt Simon és Lea között a házasság a halica után, és ezért Lévi kell, hogy adjon halicát Leának, nem verti feleségül, de mégis kell, hogy adjon halicát, mert lehetne közöttük ugyan illegális, de mégis érvényes házasság. Ez a paragrafus, az első paragrafus a Brájtának. A Brájt a második paragrafusa viszont mit mond, hogy Lévi és Lea között nem lehetne érvényes házasság. Miért? Mert mit mond a Brájt a második paragrafusa? Az, hogyha volt három testvér, Lévi, Simon és Ruvén, és Simon meghalt Ruvén, Lea, Ruvén özvegye, pedig oda került a fiúk elé, hogy akkor most legyen sógorházasság, és Simon adott neki halicát, és ezzel a sógorházasság intézményével nem éltek. És ezek után Lévi elveszi feleségül Leát, ami tilos, akkor az a házasság nem érvényes. Akkor mit látunk, hogy a Misna első paragrafusából úgy tűnik, hogy az a házasság érvényes lenne, ami Lea és Lévi között létrejön. A Misna utolsó, vagy második paragrafusából pedig úgy tűnik, hogy nem lenne érvényes az a házasság. Akkor hogy lehet feloldani ezt az ellentmondást? Rav Ashi szaver la kerés lakés, mert tárec la kerabi sima. Rav Vina szaver la kerabi jöjjhanan, mert tárec kerabanan. Két irányba is el lehet menni, hogy megmagyarázzuk ezt az ellentmondást. Rav Ashi Reish Lakish véleményét követi, aki szerint nem lenne érvényes a házasság Lévi és Lea között, és ezért neki a Misna első paragrafusát kell megmagyaráznia, amiből úgy tűnik, hogy érvényes lenne, és ezért kell Lévinek halicát adnia Leának. Ravina pedig Rabbi Yochanan véleményét követi, aki szerint érvényes lenne ez a házasság, és neki azért a második paragrafusát kell elmagyaráznia, amiből pedig úgy tűnik, hogy nem érvényes a házasság. Hogyan fogják megmagyarázni? Azon áll majd a magyarázat, hogy itt tulajdonképpen a Brájta első fele és második fele Rabbi Simon és a bölcsek vitáján alapszik. Mi volt Rabbi Simon és a bölcsek vitája? Ezzel foglalkoztunk már az előző siúron is, részletesen mindig ebbe bonyolódunk bele. A vita arról szól, amit úgy hívunk, hogy és az ácsolai hajabai lamoly. A vita arról szól, hogy ha van
Igen. Ha volt három testvér, Lévi, Simon és Ruvén. De Lévi azután született, hogy Ruvén meghalt. Akkor Rabbi Simon szerint rá nem vonatkozik igen. Oké. Okay. Ugye van alapból van egy következő tézis, hogyha van három testvér, Lévi, Simon és Ruvén. És Ruvénnek van egy felesége Lea. Ruvén felesége Lea, akit Simon elvesz, miután megözvegyül Ruvéntől gyermektelenül, elvesz Simon feleségül a sógorházasság révén. Majd Simon is meghal, akkor természetesen Lévihez kerülhet Lea, és Lévi is elveheti feleségül. Igen, ám, de hogyha Lévi még nem élt akkor, amikor Ruvén meghalt, és a következő történt, Ruvén meghalt, és Simon elvette Leát, és utána született Lévi, akkor amikor Simon meghal, Lévi már nem veheti el Leát. Miért? Mert az ő számára Lea az a sógornői tilalom kategóriájába esik Ruvén révén. Ez ugye az alaptézis. Ezen belül a Simon azt mondta, hogy ez így van, de csak akkor van így, hogyha Lévi mindenek után született. Ha viszont Lévi a közben született, hogy Ruvén meghalt, de Simon még nem vette el Leát, akkor ez esetben ez a tilalom nincsen, és hogyha az történt, hogy Ruvén meghalt, megszületett Lévi, Lea hozzáment Simonhoz, és Simon is meghal, akkor Lévinek a sógorházasság révén felesége lehet Lea. Most, akkor hogyan ide ez a... ezt mondja Rab Simon. A bölcsek pedig azt mondják, hogy nem ez a probléma, mármint ez a tilalom, Lévi és Lea között mindenképp fönnáll, hogyha Lévi Ruvén halála után született, akkor is, hogyha Simon és Lea közötti sógorházasság előtt született még. A lényeg az az, hogyha Ruvén halála után született, akkor Lea és ő már nem lehetnek férj és feleség. Most akkor nézzük meg, hogy ez hogyan kapcsolódik a mi ügyünkhöz. Rávási szavár lakerés, laki is, Rávási ugye mit mond? Őr és Lakis véleményét követi. Tárecslak, Rabbi Simon, viszont azt mondja, hogy a Simon szerint ez a dolog, ez az ellentmondásos brájta, ez magyarázható. Miért? A Hölylec lévim tojbe hazerve kicsa cricha halica mina achim. Nézzük a Misna első paragrafusát. Ugye mit mond a Misna első paragrafusa? Hogyha Simon Ruvén özvegyének halicát adott, és utána mégis elvette feleségül, majd ő is meghalt,
akkor kell, hogy Lévi halicát adjon Leának. Miért? Szíha halica min achim, man achim, achina jeludim. Milyen milyen testvérek azok, akikre milyen testvérek azok, akik kell, hogy adjanak halicát? Azok, hogyha akik azután születtek, hogy Ruvén meghalt, és már létre is jött a Jibum. Azután születtek, hogy Ruvén meghalt, és Simon adott is halicát Leának. De még egyszer. Ugye mit mondott, azt hiszem, hogy az előbb rosszul mondtam, mindig ebbe a részébe vagyunk be. Ugye mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy ha van Lévi, Simon és Ruvén, ha meghal Ruvén gyermektelenül, és ezután születik Lévi, akkor Lévi nem veheti el Leát, akkor sem, hogyha Simon elveszi Leát, és utána Simon is meghal. Miért? Mert ő még Ruvén testvéreként vonatkozik rá a sógornői tilalom, és itt az soha nem oldotta föl az a halica vagy gibum, ami az első megözvegyülésnél volt. Ez a bölcsek véleménye. Rabbi Simon véleménye pedig az az, hogy ez a tilalom csak akkor van, amikor Lévi az előtt született, hogy Simon elvette volna, vagy halicát adott volna Leának, Ruvén megözvegyülése, vagy Ruvén halála után. De hogyha az után született, hogy már mindenen túl vannak, és Simon vagy adott halicát, vagy elvette sógorházasság révén Leát, akkor amikor Simon is meghal, akkor ez egy teljesen tiszta ügy, és Lévi és leakozott, létrejöhetne a jibum, létrejöhetne vagy a jibum, vagy a halica. Most akkor mit fog mondani Rés Lakis? A Brájta első fele, ami azt mondja, hogy ha volt három testvér, Lévi, Simon és Ruvén, és Simon és Ruvén meghalt, és Simon Ruvén özvegyének adott halicát Leának, majd utána mégis elvette feleségül, akkor amikor Lévi amikor Simon is meghal, akkor Lévinek kell adni halicát Leának. Ki ez a Lévi? Ez egy olyan fiú, aki az után született, ahogy Ruvén meghalt, és Simon halicát adott Leának. És Simon véleményét követjük. És ezért az ő esetében nem áll vissza az a súlyos tilalom, ami Lévit és Leát olyan viszonyba hozná, hogy nem is jöhetne létre közöttük házasság, és ezért nem kéne adni halicát. Ez a Brájta első paragrafusa. Amár echod mindannai ladim, Vekicsa, én lalav krum, kemán, kereslak is. Viszont miről szól a Mishna második paragrafus, vagy a Brájta második paragrafusa? Hogyha a két testvérnek volt egy harmadik testvére, és tehát volt Simon és Ruvén, Ruvén meghalt, Simon adott halicát Leának, és ezek után Lévi elvette feleségül Leát, akkor az a házasság érvénytelen. Itt ki az a Lévi? Ez egy olyan fiú, aki már élt akkor, amikor Ruvén meghalt, és ezért a ránézve és Lakis szerint visszaáll az eredeti tilalom, szigorú tilalom, ami a sógor és sógornő közötti házasság tilalom, ami annyira erős, hogy a házasság is érvénytelen, nem csak illegális, hanem érvénytelen is. És erről szól a Mishna második paragrafusa. Tehát a különbség
a Misna első és a második paragrafusa között, hogy a Misna első paragrafusában Lévi az egy jövőben született testvér, tehát egy olyan testvér, aki azután született, hogy Ruvén meghalt, és Simon adott halicát Leának. A Misna második paragrafusában pedig Lévi egy olyan fiú, aki már élt akkor, amikor Ruvén meghalt. És ez az egész akkor működik, hogyha Rabbi Simon véleményét követjük a halál után született testvér tekintetében, aki, Rabbi Simon, különbséget tesz aközött, hogy a fiú azután született, hogy mindenen túl voltak, vagy azután született, hogy meghalt Ruvén, de még nem kapott halicát vagy ibumot Lea. Ez az első lehetséges magyarázat. A másik magyarázatra, Vina szavarlak Rabbi Yochanan, amit tárgyszer Nivadrában, Ravina szerint el lehet magyarázni ezt az ellentmondásos rájtát Rabbi Yochanan szerint. Mit mondott Rabbi Yochanan? Azt, hogy ha egyszer Simon adott halicát Leának, a testvére özvegyének, akkor onnantól fogva ugyan tilos Simonra is, meg az összes többi testvére is a Leával való házasság, de ez már nem az a tilalom, ami visszaáll úgymond sógor és sógornő közötti házasság, amitől érvénytelen is lenne a házasság, hanem ez egy olyan tilalom, ami egy új tilalom, úgymond, és ez az új tilalom egy enyhébb tilalom, már abban a tekintetben, hogy ez az új tilalom tilos ugyan, illegális házasság, de érvényes lenne a házasság. Ugye ez volt a Yochanan vélemény. És hogyha ez így van, akkor hogyan lehet elmagyarázni a Brájta első és második paragrafusa közötti ellentmondást? Vagy talán lesz a Libadrában, hogy a bölcsek véleményét követjük Rabbi Simon és a bölcsek vitájában. Mi a bölcsek véleménye? Hogy nincs különbség a között, hogy mikor született Lévi. Mindenképp ránézve Ruvén özvegye, akit elvett Simon, az nem lehet az ő felesége, még akkor sem, hogyha Simon halála után úgymond özvegyként elé kerül. Miért? Mert az eredeti tilalom Ruvén révén, mint a sógornői tilalom, az fönnáll ránézve. Akkor hogyan magyarázzák a brájtát? A hölgyesz lévim tőle hazeve kicsa, hogyha volt egy, mit mondom is a brájta eleje? Hogyha volt Ruvén és Simon, és meghalt Ruvén gyermektelen, és Simon halicát adott Leának, majd újra mégis elvette feleségül, cicha halica mina achi, akkor ha Simon is meghal, akkor a Leának kell kapni a halicát a további testvérektől, tehát Lévitől. Man achin, achin a nagy ladi. Kikről van szó? Azokról a testvérekről, akik már éltek akkor, amikor Ruvén meghalt, és Rabbi Yochanan véleményét követjük, akik szerint a halica után a tilalom az összes testvére és az összes feleségtársa már nem ugyanaz a tilalom, amitől érvénytelen is válna egy házasság, hanem a házasság érvényes, és ezért kell halica. Kemánk Rabbi Yochanan? Mi a második paragrafusa a brájtának? Amad echod mine yiludim ve kicsa én alafkrum. Ha viszont elvette az egyik, hogyha Simon csinált halicát Leával, és ezek után jön az egyik testvér, és elvenné feleségül Leát, ami ugye tilos, akkor a házasság nem érvényes. Miért nem érvényes? Mert itt milyen testvérről van szó? Léviről, aki egy jövőben születendő, Ruvén halála után született testvér, és akire valóban, nézve valóban érvénytelen ez a házasság. Miért? Mert a bölcsek véleményét követjük, akik szerint minden esetben, amikor Ruvén halála után születik egy új testvér, ránézve Lea, Ruvén özvegye örökre az eredeti tilalomban, tehát a testvér, vagy a sógor, nő és sógor közötti tilalomban tilos, amitől az egész házasság érvénytelen. Akkor ezzel el tudtuk magyarázni a Brájta két ellentmondásos paragrafusát. Oké, megyünk tovább. Itt már. Egy ehhez hasonló esetet fogunk most nézni. Ha bal je vama, u ba echad mine achim al caraszon.
Mi a helyzet akkor, hogyha több testvér van, három testvér, Lévi, Simon és Ruvén. Ruvénnak pedig van két felesége, Lea és Dina. Simon, meghal Ruvén, gyermektelenül. Simon elveszi Leát a sógorházasság révén. Innentől fogva ugye az a kötelesség, vagy az egész intézmény, amit sógorházasságnak nevezünk, aminek a lényege, hogy a gyermektelenül meghalt testvérnek emléket állítsunk, ez az egész intézmény ki van pipálva. Tehát innentől fogva, hogy a tilos a fiúknak, a, mondjuk Lévinek, a többi fiúnak feleségül venni valamelyik másik özvegyét Ruvénnek. Ugye, mert csak egy fiú csinál egy özvegyel sógerházasságot. Ha az a sógerházasság létrejött, vagy akár halica volt a kettőjük között, akkor onnantól fogva már nincs többet a sógerházasság intézménye, tehát a Ruvén további testvérei, Simon kívüli testvérek és további özvegyei, azok obligón kívül esnek. Oké. Okay. Időtelik akkor, hogyha Simon elveszi a sógorásság lévén Leát, és jön Lévi, egy harmadik testvér, és elvenné Dinát. Akkor ez a házasság létrejön, vagy nem jön létre. Azon múlik, hogy mennyire súlyos a házasság tilalma a kettőjük között. Ha ez az eredeti sógor és sógornő közötti tilalom, akkor ez Iszur Karesz, egy égi halállal járó tilalom, és ez a súlyánál fogva olyan súlyos, hogy nem csak illegális ez a házasság, hanem érvénytelen is. Hogyha ez nem nem egy ennyire súlyos tilalom, akkor a házasság ugyan illegális, de nem érvénytelen. Nos, természetesen ez egy pontosan ilyen vita kérdése lesz. Plige barav acha ve ravina, chádom már be karesz, ve chádom már be aszé. Rav acha és ravina vitatkoznak erről az esetről, és az egyikük szerint ez egy égi halállal járó, büntetéssel járó tilalom, és ezért a házasság nem is érvényes. Chádom már be aszé, a másik vélemény szerint ez csak egy felszólításból levezetett tilalom, és így ez egy enyhébb tilalom, ami miatt a házasság létrejönne. Tehát Lévi és Dina között létre tudna jönni egy házasság, még akkor is, hogyha illegális. Mándal már be karesz, is. Ugye az a vélemény, amelyik azt mondja, hogy ez egy halálbüntetéssel járó tilalom, és ezért a házasság érvénytelen, ez ő ugye és Lakis véleményét követi, mert mit mondott és Lakis? Hogy onnantól fogva, hogy halicát csinált Simon Leával, ugyan Simon és Lea között a házasság tilalma az egy új tilalom és egy enyhébb tilalom, de a többiekre visszaáll az eredeti sógor és sógornő közötti eredeti tilalom, ami egy szigorúbb tilalom, a égi halállal járó tilalom. Mándal már be kell a szeékelebbjékena, és az a vélemény pedig, aki azt mondja, hogy Lévi és Dina között a házasság az nem lenne érvénytelen, mert ugyan tilos, illegális, de mégis a házasság érvényes, mert ez csak egy felszólításból levezetett tilalom. Ők nyilván Rabbi Yochanan véleményét követik, ugyanis Rabbi Yochanan volt az, aki azt mondta, hogy onnantól fogva, hogy az egyik fiú, az egyik özvegyel egyik özvegynek halicát adott, akkor mindenki, nem csak az őrá nézve, hanem mindenkire nézve egy új tilalom áll be, és ez az új tilalom ez enyhébb, mint az eredeti tilalma a sógor és sógornő közötti tilalomnak. Oké. Okay. Következő téma. Ugye megint visszatérünk oda, hogy a Misna 15 esetet sorolt föl, és lenne rá okunk, hogy azt gondoljuk, hogy esetleg nem csak 15, hanem további esetek, akár egy 16., 17. vagy 18. esetét is felsorolhatott volna a Misna. A következő ilyen eset, amit föl fogunk vetni, az az, amikor
van két testvér, Simon és Ruhén. Ruhénnak van két felesége, Lea és Dina. És az egyik felesége, Lea, megcsalta Ruvént. Ebben az esetben Ruvénnak ugye, és Leának a házassága illegálissá válik, el kell válniuk. És ha Simon, ha meghal Ruvén ezek után gyermektelenül, akkor Leával nyilvánvalóan nem jön létre a sógorházasság, nem jöhet létre, mert ugye Lea korábban megcsalta Ruvént, de nem csak Leával nem jönne létre, hanem Ráv szerint Dinával sem, aki Leának a sógor, Leának a feleségtársa. Amár emlődöm Ráv, azt mondta a Talávi Huda Ráv nevében, Czarász szajta a szura, ha van egy nő, aki megcsalta a férjét, akkor az ő feleségtársa, Dina, ugyancsak fel van mentve a sógorházasság alól, hogyha a férjük meghal. Miért? Tumaxívba károlyasz? Mert a nőre, aki megcsalta a férjét, a Tóra a tuma, a tisztátalanná vált kifejezést használja, és ez a kifejezés, a tisztátalanná vált kifejezés, az ugyanaz a kifejezés, amit általában a tiltott házasságokra használ. És mint ilyen, akkor azt mondjuk, hogy ugyanúgy, mint a tiltott házasságok esetén, a tiltott házasságban lévő, vagy a tiltott házassági viszonyba kerülő megözvegyült sógornő nem csak maga van fölmentve a sógorházasság alól, hanem a feleségtársai, megözvegyült feleségtársai is, akkor ugyanígy ebben az esetben is, amikor valaki megcsalta a férjét, mert rá is a tuma, a tisztátalanná vált kifejezést használhatóra, nem csak ő válik mentesítetté a sógorházasság intézménye alól, hogyha a férje meghal gyermektelenül, hanem az ő feleség társaira is ugyanez a felmentés vonatkozik. Ez volt Rádnak a tanítása. De természetesen ez nem mindenkinek tetszik, nem mindenki ért ezzel egyet. Masszív Rav Chisda. Rav Chisda a következő kérdést tette föl. Van egy misnánk a 10-es fejezetben, a 87-es lapon, ami a következőt mondja. A misna azt mondja, hogy Isos a hallach bájlom dinasz a jam, következő szomorú eset történt. Volt egy nő, akinek a férje távoli országba távozott, és jön egy eltűnt, és jön egy tanú, aki jelenti, hogy a férj meghalt. Ebben az esetben egy tanúra is lehet hagyatkozni, kivételes eset, hogy a nő nem maradjon szalmazva, és a megözvegyült asszony hozzámegy egy férfihez. Adjunk nevet is az embereknek, tehát volt Ruvén, volt egy felesége Lea, Ruvén elutazott a tengeren túlra, jön egy tanú, és azt mondja, hogy Ruvén meghalt, Lea ezen felbuzdulva hozzámegy Josefhez. Élik a kis életüket, majd egyszer csak visszajön Ruvén. Kiderül, hogy mégse halt meg. Ups, ez nagyon kellemetlen. Mit lehet ilyenkor csinálni? Ebben az esetben el kell, hogy váljon Josef-től, és nem mehet vissza Ruvénhez sem. Na de mi történik akkor, hogyha ha ez még nem történik meg, és mondjuk Josef meghal. Vagy Josef is meghal, és Ruvén is meghal. Akkor van-e Yibum és Halica Josef és Ruvén testvéreivel? Mi a válasz erre? Mishna azt mondja, Hölcin Lömiamin. Mind a két férnek a testvéreik kell, hogy adjanak Halicát Leának, de Yibumot
magát a sógor házasságot nem tehetik meg. Ez az alapvélemény. Ehhez viszont jön Rabbi Simon, és ő egy kicsit más véleménye van, és mit mond Rabbi Simon, hogy mert biyasza aichalit szasza, me echef se lisem, pe teresz szarasza. Rabbi Simon azt mondja, hogy ha hozzámenne Ruvén testvéréhez Lea, tehát az első fér testvéréhez Lea, vagy ha licát adna a testvére Leának, akkor az Lea feleségtársait is teljességgel fölmenteni a hívum és a halica alól. Mit látunk ebből? Hogy Rabbi Simon az az állásponton van, hogy mégiscsak lehetne hibumot csinálni. Hát annak ellenére, hogy Lea hozzáment tévedésből, abban a hitben, hogy a férje meghalt, hozzáment Josefhoz, mégis, ha meghal Ruvén, akkor Ruvén testvére csinálhatna hibumot, sógorházasságot Leával. Mit látok ebből? Hogy annak ellenére, hogy úgymond félrelépett, ha nem is szándékosan, de félrelépett Lea Josefa, maga a házasság Ruvénnal fennáll abban az értelemben, hogy kell csinálni halicát és hibumot, és akár lehet Rabbi Simon szerint. Ez hogyan egyeztethető össze azzal, amit Ráv mondott, hogyha egy nő megcsalta a férjét, akkor innentől fogva a férje meghal gyermektelenül, akkor nincsen sem hibum, sem halica. Mi erre a kézenfekvő válasz? Amalach, aminalach, anna, szöjted a rájsza. Vát, amartli, szöjted a banon. Azt mondta, erre várjunk csak. Lényeges különbség van. Én miről beszéltem? Arról beszéltem, mondja Ráv, amikor valaki megcsalta a férjét, amikor valaki megcsalja a férjét, akkor a Tóra törvénye szerint kell elváljon a férjétől. Te pedig milyen esetet hoztál fel nekem, amikor valaki nem megcsalta a férjét, hanem jóhiszeműen, hagyatkozva egy tanúnak a tanúvallomására ment hozzá egy másik férfihez. Ugye ő azt hitte, hogy a férje meghalt. Ebben az esetben a rabbik azok, akik előírják, hogy neki el kell válnia az új férjétől. Tehát itt ez egy rabinikus félrelépésnek számít, nem pedig egy tórainak. Akkor itt ebből nem hozhatsz példát, vagy nem hozhatsz fel tanítást arra nézve, amit én mondok. Oké. Úgyhogy teljesen jó válasz, azt mondja, Talmud, de Kamerlé, Májka, Arlé. Akkor viszont az, aki ezt a kérdést föltette, ő mit gondolt magában? Szavákol, de takon, de bonnaként, de lesz. Takon, nyilvánvalóan azt gondolta, hogy ugyan ez egy rabbinikus előírás, de hogy a rabbik ugyanolyan erővel, ugyanolyan súlyval hozták meg ezt a szabályt, mint amilyen súlyjal a Tóra tilalma is szól. Hú, kedves barátom! Egyelőre a 14-es lap közepéig értünk. Az a reményem, hogy holnap reggel délelőtt befejezzük a 11-es lapot, és akkor talán este még a 12-est is megcsináljuk. Meglátjuk, hogy hogy fogunk tudni haladni. Ahogy látjátok, igencsak komplikált témák, amikhez a szokásosnál kicsit több időre van szükség. Köszönöm szépen, hogy ebben a késői órában is velem tartottatok, még hatan maradtatok a késői órában. Mindenkinek kívánok egy további szép estét, egy jó hetet, Shavuotov, Utevach, a holnapi viszontlátásra, viszonthallásra. Jelen a traktátus 11-es lapjának az alján tartunk, pontosabban a 11-es lap A oldalának az alján tartunk, és Rávnak a mondásával foglalkozunk, ki azt mondta, hogy carasz szojta a szura. Hogy abban az esetben, amikor
valakinek két felesége volt, és mondjuk beszéljünk Rubénről, akinek két felesége van, Lea és Dina, és Lea megcsalta Rubént. Ebben az esetben, hogyha Rubén gyermektelenül hal meg, akkor nem csak Lea és Rubén testvére Simon között nem jön létre a sógorházasság obligója, ezért sem sógorházasság nincsen, sem pedig chalicára nincsen szükség, hanem Dina, azaz Lea teljesen legitim feleségtársa, Ruvén másik özvegye és Simon Ruvén testvére között sincsen semmifajta obligó, sógorházasság obligó, tehát nincsen sem jibum, sem pedig chalica. Ez volt Rávnak a mondása. Ezzel kapcsolatban most Rav Ashi egy új helyről tesz fel kérdést. Mosszív Rav Ashi nichnasza imoi lesz észerbe, és a hasza imoi kedei tuma a szurele beiszeve, a szurele hajadé imeisz, hogy lecesz, villa imbiszja bemesz. Rav Ashi a következőt kérdezi. A Szota traktátusban, ahol a férjét megcsaló nőről van szó, azt mondja a Misna, hogyha egy nő figyelmeztetést kapott a férjétől, hogy egy másik idegen férfivel ne maradjon magára, mert a férj féltékeny rá, akkor abban az esetben, hogyha a figyelmeztetés ellenére a nő egy zárt helyen együtt volt ezzel a férfivel, annyi ideig, amennyi idő alatt akár meg is csalhatta volna a férjét, akkor ez esetben el kell várjon az eredeti férjétől, és hogyha kohanita volt a férje, akkor többet nem ehet a trumából, a kohanitáknak járó adományból. Ha pedig mielőtt elváltak volna, a férje meghalt, akkor úgy, hogy nem volt gyerekük, akkor a férje testvérei az özvegyet nem vehetik el jibum sógorházasság révén, viszont chalicát kell, hogy adjanak. Mit látunk ebből? Hogy ő maga is benne van a sógorházassági obligóban, annak ellenére, hogy feltehetően a férjét megcsalta ezzel az idegen férfivel. És hogyha ez így van, akkor pláne, hogy a többi özvegy, a ő feleség társai is benne kell, hogy legyenek az obligóban, és ez ellentmond Ráv mondásának. Ugyanis Ráv azt mondta, hogy ebben az esetben, ha a nő megcsalta a férjét, akkor nincsen egyáltalán, nem jön létre egyáltalán a sógorházasság obligója. Amellach Ráv, a minnelach a no, szöjt a vádáj, de átom mártli szöjt a szafek. Mit fog erre mondani Ráv? Én miről beszéltem? Mivel foglalkoztam, vagy mivel kapcsolatban tettem az állításomat, akkor, amikor egy biztosan félrelépő nőről beszélünk, egy olyan nőről, aki biztosan megcsalta a férjét. És én erről mondtam, hogy sem rá, sem pedig a legitim feleségtársaira nem vonatkozik, nem jön létre a házasság, sógorházasság obligója. Te pedig egy olyan misnát hozol föl nekem ellenérvként, ahol nem biztosan lépett félre az asszony, hanem csak egy figyelmeztetés dacára együtt volt az idegen férfivel egy zárt helyen, és feltételezzük, hogy talán félrelépett. Most a biztosan félrelépett és a talán félrelépett között nem lehet egyenlőségjelet hozni. A más ne szajta badáj, mi sumdik szibba, tuma, szajta szafék, namik szibba, tuma. Azt mondja, hogy várjunk csak. Azt mondod, hogy nem lehet egyenlőséget tenni a biztosan félrelépő és a talán félrelépő feleség között. Miért ne lehetne egyenlőséget tenni? Mi az oka annak, hogy a félrelépő, a biztosan félrelépő asszony az olyan kategóriába tartozik, aki, hogyha a férje meghal, mielőtt elváltak volna a félrelépés után, akkor nem
jön létre a sógorházasság intézménye közte és a férj, az elhunyt férjtestvérei között. Mi ennek az oka? Az, hogy a tuma tisztátalanná vált kifejezést használja a Tóra vele kapcsolatban. A Tóra azt mondja, hogy úgy nevezi a félrelépést, hogy tisztátalanná vált. A tisztátalanná vált az arra utal, hogy ennentől fogva tiltottá vált, egy olyan tiltottá válik a félrelépő asszony a férjére, mint hogyha egy eredendően tiltott házasságban lennének. De ezt a tisztátalanná vált kifejezést a Tóra nem csak a biztosan félrelépő asszonyra használja, hanem látszólag, ahogy már mindjárt látni fogjuk, a feltételezhetően félrelépő asszonyra is használja. Ahogy mindjárt látni fogjuk a következő brájtából. És hogyha ez így van, akkor igenis lehetne egyenlőségjelet vonni a biztosan félrelépő asszony és a feltételezhetően, vagy talán félrelépő asszony között. Más nem szerint a vádai, nem is mindig szépen a tuma. Szerint a szafek nem jutunk a szívebe, de tánya, rabbi észreben kéfára, imem is rabbi lazar, a mágzik rúsa szói minani szóin, a szúra minni rúszin muteresz. Sőnösen nem már áhrejásra hutama. Hol látjuk, hogy ez így van? Egy brájtából, amiben egy másik, alapvetően egy másik témával kapcsolatosan van vita, de ez a másik téma, ez kiterjeszthető a mi témánkra is. Mi ez a másik téma? Arról van szó, hogy az ember, ha elválik a feleségétől, akkor ha a felesége a válás után egy idegen férfihez hozzáment, és az a férfi meghalt, vagy elvált attól a második férjétől, az első férj nem veheti vissza a eredeti feleségét. A Tóra következőképpen fogalmaz ezzel kapcsolatban, azt mondja, Le yuchal bájla risense salch lasulnak áhta liöjszlajra isa, nem vehette vissza az első férje azok után, hogy elküldte, hogy visszavegye feleségként, áhrejáser hutama azok után, hogy tisztátalanná vált, azaz, hogy együtt volt a hozzáment egy másik férfihez, kitől jévahi, mert ez undormány az örökkévaló előtt, és ne tegyétek bűnössé a földet, amelyet az örökkévaló nektek ad örökségül. Tehát, ha valakinek a felesége, volt felesége, hozzámegy valakihez, akkor ezek után már nem veheti vissza az eredeti férj, nem veheti újra feleségül a volt feleségét. És ezzel kapcsolatban a Bészségben Kéfár azt mondja, hogy mikor igaz ez, akkor, hogyha ez a házasság egy teljes házasság volt, tehát nem csak eljegyzés, hanem házasság is, és a házasság nyilván feltételezhetően együtt járt nemi élettel is. Ha viszont egyelőre csak a eljegyzéshez jutottak el, ami jogi értelemben házasság, de még nem lehet együtt, vagy nem voltak együtt a új férj az ő volt feleségével, és meghalt a férj, már az új férj, az eljegyzés után, akkor igenis visszaveheti az eredeti férj a volt feleségét. Miért? Mert a Tóra úgy fejezi ki az új férjjel való kapcsolatot, aminek után a régi férj már nem veheti vissza a feleségét, Achrei asher hutama, azok után, hogy tisztátalanná vált. A tisztátalanná válás mit jelent? Hogy nem életet éltek. Ez Jöjszében Kéfának a véleménye, tehát ő szerinte, ha valaki elvált a feleségétől, akkor csak abban az esetben nem veheti vissza a feleségét, hogyha a feleség közben hozzáment valaki máshoz, hogyha az az új házasság egy teljes körű házasság volt. De hogyha csak egy eljegyzés volt, és még nem volt együtt az új férjével, akkor igenis visszaveheti az első férj a feleséget. Ez Rabbi Jasszében Kéfár véleménye. Hamimaimrim, áhazzu, ve áhazzu a szura. A bölcsek szerint nincs különbség. A bölcsek szerint független attól, hogy ez a házasság ez egy teljes körű házasság volt, vagy csak egy fél házasság, egy eljegyzés volt, nem veheti vissza az eredeti férj a feleségét. Ha ez így van, akkor ők mit fognak mondani, miért használja a Tóra az achre asher hutama azok után, hogy tisztátalanná vált kifejezést?
ugye Rabbi Jaiszben Kéfer azt mondja, hogy azért használja ezt a tóra, mert ezzel utal arra, hogy azok után nem veheti vissza, hogyha közben a feleség együtt volt az új férje. De a bölcsök szerint, akik szerint a nem az együttlét, amit meghatározó, akkor miért ezt a kifejezést használja a tóra? Ele a máni me kájmák leser hutama, de rába is szaitasen isztana. Szerintük ez a kifejezés egy harmadik precedens, egy harmadik esetet von be ebbe a tilalomba, már abban, hogy visszavegye a eredeti férj a feleségét, és ez pedig az, amikor az asszonytól nem elvált a férj, hanem csak figyelmeztette, tehát volt egy férfi és egy nő, házasok voltak, a férj nem elvált az asszonytól, hanem féltékeny lett rá, mert az asszony sokat nyötment egy idegen férfivel, és figyelmeztette rá, hogy ne legyen vele együtt, és ne legyenek félreérthető helyzetek, és ő mégiscsak együtt volt egy zárt helyen, Achreser Nisztara együtt volt egy rejtek helyen, vagy egy elzárt helyen ezzel a férfivel, akkor innentől fogva nem lehet együtt az eredeti férjével, el kell, hogy váljanak. Most akkor ebből mit látok? És azt mondják a bölcsek, hogy ez az, amit bevon ebbe az egész ügybe ezzel a szóval a tóra, hogy tehát az ember nem csak a volt feleségét nem veheti vissza az esetben, hogyha az egy idegen férfihez hozzáment időközben, hanem a saját feleségétől is el kell váljon, hogyha az a figyelmeztetés ellenére félreérthető helyzetben együtt volt egy másik idegen férfivel. És fölmerül annak az esélye, vagy annak a gyanúja, hogy megcsalta a férjét. Mit látok ebből? Azt, hogy a tisztátalanná vált kifejezést a bölcsek arra az esetre is alkalmazzák, amikor a nő nem biztosan csalta meg a férjét, hanem csak lehet, hogy megcsalta a férjét. Ha pedig ez így van, akkor a tisztátalan kifejezés egyaránt használva van arra, aki csak talán megcsalta a férjét, feltételezhetően megcsalta a férjét, és azra, aki biztosan megcsalta a férjét. Ha pedig ez így van, akkor a kettő között, tehát a biztosan félrelépő és a talán félrelépő nő között egyenlőséggel jelet lehet tenni. És Ráv válasza az elvethető, ugyanis Ráv azt mondta, hogy különbség van a kettő között. Azt mondja, hogy a Talmud, máj nisztara, ni vála, máj karila nisztara, lisna máljanakit. Azt mondja, a Talmud, nem. Ez egy félreértés. Itt is, amikor a bölcsek azt mondják, hogy a Tóra beveszi a tilalom kategóriájába azt, aki megcsalta, vagy talán megcsalta a férjét, hogy nem csak azt a nőt nem veheti vissza a férfi, aki időközben a válás után egy idegen férfihez hozzáment, hanem attól is el kell válnia, aki esetleg megcsalta. Itt nem esetleg megcsaltáról van szó, hanem aki biztosan megcsalta. Áj, a szöveg az nem így fogalmaz, hanem azt mondja, hogy egy rejtek helyen voltak együtt, de valójában ez azt jelenti, hogy biztosan megcsalta, és csak egy szebb kifejezést használ erre. Tehát továbbra is a hutama, a tisztátalanná vált kifejezés, az a biztosan félrelépő nőre vonatkozik. Azt mondja a Talmud, ni vállottuma behegyek szívebe, vagy nisztereve hinnit ma. Azt mondja a Talmud, várjunk csak, de hát hogyha ez tényleg arra a nőre vonatkozik, aki biztosan megcsalta a férjét, akkor mi itt a novum? Mi itt a hidus? Valójában vele kapcsolatban a félrelépő nő fejezete a Tórában konkrétan elmondja, hogy az, aki biztosan megcsalta a férjét, az tisztátalanná válik a férjére, tehát nem lehet együtt a férjével. Akkor miért kéne itt, ezen a másik helyen, ahol alapvetően nem erről, hanem a elvált nőről és annak vissza újravételéről, újraházasságáról van szó, miért kellene még pluszban
valamilyen utalást találni. Azt mondja a Talmud, le mikam a láb láv. Azért mondja a Talmud, mert bár a félrelépő nőről szóló tórai fejezet valóban elmondja, hogy az, aki a megcsalta, biztosan megcsalta a férjét, az tisztáltannál válik a férjére, férjére nézve, de azt nem mondja a Tóra, nem teszi egyértelművé, hogy a férjére nézve ez egy erős tilalommal válik tiltottá. Csak azt mondja, hogy tisztáltannál válik a férjére nézve. És ezért van szükség erre a szóra itt a Tórának abban a részében, ami alapvetően nem erről, hanem a volt feleség visszavételéről szól, mert ezzel ráerősít a Tóra a férjét biztosan megcsaló feleség tilalmára. Bihőszőben kéfár lába szöjt a lészlej, a filusz zánáj, nami, my time. Oké, de akkor ha ez így van, akkor a Bihőszőben kéfár ezt miért nem fogadja el? Ő nyilvánvalóan nem vezeti le ezt az erős, vagy ezt a tilalom megerősítést a férjét biztosan megcsaló nő között. Miért nem magyarázza ő is így a mert tisztátalanná vált kifejezést abban a szövegben, ami a feleség, az elvált feleség visszavételéről szóló szöveg Mózes 5. könyvében. És miért magyarázza ehelyett úgy a szöveget, hogy itt arra akar utalni a Tóra, hogy csak az esetben nem lehet visszavenni a volt feleséget, hogyha valóban teljes körű házasságot kötött egy új férfival. De nem akkor, hogyha csak eljegyezte az új férfi. Miért? Azt mondja, Rabbi Yosi-ben képvár, ha vajöve isusz szívba, azt mondja azért, mert a szöveg környezet maga nem engedi, hogy ő így értelmezze a tisztátalanná vált szöveget. Miért? Mert a szöveg az valakié lett, elvette, ilyen kontextusban beszél, tehát maradunk annál a kontextusnál, hogy ami az alapkontextusa ennek a mondatnak, ami arról szól, hogyha valaki elvált a feleségétől, és a feleség egy idegen férfié lett, vagy egy idegen férfi elvette, akkor az első férfi nem veheti vissza azok után, hogy tisztátalanná vált. A tisztátalan vált megmarad a maga alapkontextusában, tehát hogy az idegen, vagy az új férfi, az új férj által vált idézőjelben tisztátalanná az első férfire nézve, már azáltal, hogy új házasságot kötött. És ezért ő ezt nem engedi, hogy kiemeljük a kontextusból, és egy másik esetre a férjét megcsaló nő esetére vonatkoztassuk. Oké. Okay. Azok után, hogy Rávnak a esetét, vagy Rávnak az állítását próbáltuk megcáfolni, de egyelőre nem sok sikerrel. Most a Talmud rátér egy másik kérdésre, ami kapcsolódik viszont ahhoz a brájtához, amit előbb idéztünk. Bol minél Rávi Húdam Ráv se is, ez a Márzik Rüssu asszony, mi se nisze iszum, me isz, co rosszom máu. Következőt kérdezte Rávi Húdam Ráv se is, ha valaki visszaveszi a volt feleségét, annak ellenére, hogy az tilos lenne, tehát ugye az eset az arról szól, hogy valakinek volt egy felesége, elváltak, az hozzáment egy új férfihez, tőle is elvált, és ezután az első férje visszavette, annak ellenére, hogy ez tilos lenne. Ez egy illegitim házasság, de a házasság érvényes. Ezek után meghal a férj gyermektelenül, akkor a fér testvére elveheti-e ennek a nőnek a feleségtársát a sógorházasság révén. Értsük, miről van szó, még egyszer akkor elmondjuk. Tehát van két testvér, Simon és Ruvén. Ruvénnak volt két felesége, Lea és Dina. Ruvén elvált Leától, és Lea hozzáment egy harmadik férfihez, Lévihez. Lévitől elválik, és Ruvén újra feleségül veszi a volt feleségét, Leát. Ez tilos lenne, ez egy illegitim házasság,
De nem olyan erős a tilalom, hogy ne legyen érvényes a házasság, tehát a házasság érvényes. Most Ruénak két felesége van. Lea, akivel van egy érvényes, de illegitim házassága, és Dina, akivel van egy teljesen érvényes és legitim házassága. Ruvén meghal. Ez esetben, és meghal gyermektelenül, Simon elveheti-e a sógor házasság révén Dinát. Lea, az nem kérdés, hogy nem, mert ez egy illegitim házasság volt, de Dinát elveheti-e, vagy ha licát kell, hogy adjon neki, mi a törvény Dinára nézve? A liba de rabi észi ben kéfár lajti bajalak, kiben dam rabi észi ben kéfár tumabe mázuk zsoszolítek sziva, szaraszakjama isza, azt mondja a Talmud, rabi észi ben kéfár szerint, nem kérdés az egész, miért? Rabi észi ben kéfár szerint, amikor a Tóra erről az esetről beszél, arról az esetről, amikor valaki visszaveszi a feleségét azok után, hogy ez egy idegen férfihez hozzáment, és azt mondja a Tóra, hogy ez tilos, akkor a szövegben azt mondja, hogy azok után, hogy tisztátalanná vált, tehát, hogy egy idegen férfi révén, idegen férfivel, egy új férfivel kötött házasság révén tisztátalanná vált az első félre nézve, és a tisztátalanná vált kifejezést, azt, ahogy mondtuk, az előbb, vagy az előző traktusban, azt konkrétan arra vonatkoztatja, erre az esetre vonatkoztatja, amikor valaki visszaveszi a feleségét azután, hogy az egy idegen férfihez hozzáment. Ha ez így van, akkor a tisztátalanná vált kifejezés azt is jelenti, hogy olyan a számára ez a feleség, akit most újra elvesz, mintha egy tisztátalan, mintha egy teljesen tilos, egy tiltott házasság lenne, és hogyha ez így van, akkor ez ugyanúgy tiltottá teszi a feleségtársat majd a jövőbeni sógorházasság szempontjából, azok után, hogy Ruvén meghal Simon számára. Tehát ez akkor itt nem kérdés. Jöjszében Kéfár szerint nincs kérdés, hogy Simon sem Ruvén illegitim feleségét nem kell, hogy elvegye, és nem is kell, hogy halicát adjon neki Ruvén halála után, hanem a illegitim feleség, feleségtársa Dina esetén sem, vagy Dinára nézve sincsen semmifajta sógorházassági obligó. Kiti bajlach, akkor kinek a szempontjából merül fel ez a kérdés? A libadrában áfágávda amurában túlma beszélte húdak szíve, bej, én mikra jegyszem, idébb suszra, hogy Dilma kivende, elkár. A bölcsek szerint viszont felmerül a kérdés. Miért? Mert a bölcsek mit mondtak, hogy az azok után, hogy tisztátalanná vált kifejezés a szövegben, az nem a szöveg alapkontextusára vonatkozik, amikor valaki visszaveszi a feleségét azok után, hogy ez egy idegen férfihez hozzáment, hanem, ahogy az előbb kifejtettük az előző traktusban, szerintük ez a kifejezés arra vonatkozik, amikor valaki félrelépett, és ez esetben a férje el kell, hogy tőle váljon. És mivel a tisztátalanná vált kifejezés erre vonatkozik, akkor kiemeltük a kontextusából, és hogyha kiemeltük a kontextusából, akkor talán az azt is jelenti, hogy ez a tisztátalanná vált kifejezés, ez nem, egyáltalán nem vonatkoztatható arra az esetre, amikor valaki visszaveszi a feleségét, miután ez egy idegen férfivel házasságot kötött, és ha ez így van, akkor nem vonatkozik a tisztátalan kifejezés a idegen férfivel házasság kötött asszony visszavételére, és ez esetben az ő feleség társával köthetne jibumot vagy kalicát Simon Ruvén testvére. Ha viszont azt mondom, hogy jog, de lehet egy másik lehetőség is, és ez pedig az, hogy bár a bölcsek azt mondták, hogy ez a tisztátalanná vált kifejezés, ez a kontextustól elvonatkoztatottan arra az esetre vonatkozik, amikor valaki félrelépett és megcsalta a férjét, de ettől függetlenül a kontextuson belülre is vonatkozik, tehát a tisztátalanná vált kifejezés vonatkozik arra is, amikor valaki elvált a férjétől, hozzáment egy másik férfihez, és attól is elválik, és ezek után visszaveszi az első férj. És ha ez így van, akkor a tisztátalan kifejezés azt jelenti, hogy
ő ugyanolyan tilalommal van, mint hogyha egy valódi, vagy egy erős tiltott házassággal lenne dolgunk, és ez esetben Dina, az ő feleségtársa is tilos Simonra nézve. Ez a kérdés, tisztázásának az egyik, vagy egyáltalán az, hogy miről szól a kérdés, az egyik lehetősége. Van egy másik lehetőség is, és ezt fogjuk most mondani. Ikadámri a libadre bonalói, ti bajlak kimende, iszákere akár. Kintibbe a lech a libadre bjészben kéjfár máj. Azt jelentem, hogy egy másik opció, hogy a bölcsek szerint egyáltalán nincs kérdés, mert minek után a bölcsek kiemelték a kontextusból ezt a szót, hogy tisztátalanná vált. Innentől fogva a szöveg ben ez a tisztátlanná vált kifejezés, ez egyáltalán nem vonatkozik a feleségét, volt feleségét, azután visszavevő férfire, hogy a feleség közben egy másik férfi vett el, és ezért erre vonatkozóan nincsen tisztátlanná vált kifejezés, és így aztán nem olyan erős a tilalom, hogy a feleségtárs, tehát Dina se mehetne hozzá Simonhoz Ruvén halála után, hanem kinek a szempontjából merül fel ez a kérdés, Jöjszükben Kéjfár szempontjából, aki szerint a Ahrejásör Hutamo azután, hogy tisztátalanná vált kifejezés, az nincs kiemelve a kontextusból, hanem az igenis a feleségét egy idegen férfivel kötött házasság után visszalevő férfire vonatkozik, és arra azt mondja, hogy tisztátlanná vált, akkor ez azt jelenti, hogy azt jelentené, hogy olyan erős a meghatározása ennek a szituációnak, hogy mintha egy valódi, teljes tiltott házasságról lenne szó, és ez esetben ez vonatkoztatható a feleségtársra is, és Dina és Simon között egyáltalán nem fog létrejönni a sógorházasság intézménye. De fölvethető, hogy mivel a szövegben azt is mondja, hogy kitojévahi, mert undormány ő, és a hangsúly az őn van, azaz azon, hogy a feleségtárs, hogy a maga, a visszavett feleség az, ami undormány, a vele való házasság lenne undormány a férre nézve, akkor azt lehet mondani, hogy ő, de nem a feleség társa, és hogyha nem a feleség társa, akkor a feleség társ az Simonra nézve mégis megengedett lenne a sógorházasság lévén. Oké, akkor összefoglalva, mégiscsak a kérdés az az, hogy ezt kihagytuk, hogy az előző változatban a undormány ő, azt úgy értelmezték, hogy ő, azaz a visszavett feleség, de nem a gyerekei. Ugye a gyerekei nem válnak illegitim gyerekeké. De például a lánya nem válik olyanná, hogy azt ne vehetné el egy pap, és így tovább. Oké, akkor összefoglalva a kérdés az az, hogyha volt két testvér, Simon és Ruvén, Ruvénnak volt két felesége, Lea és Dina, Lea elvált Ruvéntól, hozzáment egy idegen férfihez, és most attól az idegen férfitől is elvált, és Ruvén visszavette Leát, ami tilos lenne, ez egy illegitim házasság, akkor illegitim, de érvényes házasság, és Ruvén meghal, akkor, akkor Simon elveheti a Dinát Lea illegitim házasságának feleségtársát, tehát akivel viszont legitim a házasság volt a házassága Ruvénnak. Ez a kérdés. Amel lejteni szua, hajsza, áhász kseidő, áhász pszula, imaja hajlec, hajlec le pszula, imaja miábém le kseidő. Azt mondja, a Talmud, Rav Seishes megpróbálja ezt egy másik misnából levezetni. Mit mond ez a másik misna? A misna ez a mi traktátusunkban található, a 43-as lapon. Azt mondja a misna, hogyha volt valakinek két felesége, és az illető meghalt gyermekek nélkül, akkor ha az egyik feleség
megengedett, a másik pedig tiltott, akkor a tilt, ha úgy dönt a testvér Simon, hogy akar élni a sógorházasság intézményével, akkor vegye el a megengedettet, hogyha úgy dönt, hogy nem akar élni az intézményével, akkor adjon halicát a tiltottnak. Mit jelent ez a misna? Máik séro, máik szula. Mit jelent az, hogy megengedett, és hogy mit jelent az, hogy tiltott? Illei mag sérak, séra le álma, szula, szula le álma. Hogy lehet ezt érteni? Esetleg úgy, hogy a megengedett és a tiltott az nem rá vonatkozik, nem Simonra, a testvérre, hanem másokra a világban. Például, miről beszélünk, hogy a két feleség közül, a két özvegy közül, az egyik az koaniták számára tiltott, a másik koaniták számára megengedett. Értsük, miről van szó. Ugye egy elvált asszony tiltott a koanitáknak, koanita nem vehet el feleségbe, hogy elvált asszony, egy özvegy asszonyt elvált. Tegyük fel, hogy Ruvénnak volt két felesége, Lea és Dina, és Lea egy olyan felesége volt Ruvénnak, aki korábban már felesége volt valaki másnak, és tőle elvált. Dinának viszont Ruvén volt az első házassága. Ha Ruvén meghal, akkor Lea nem mehet hozzá egy kohénhez, mert ő ugyan most egy özvegy, de korábbról már egy elvált nő. Dina viszont hozzá mehetne egy kohénhez. Tehát akkor lehet, hogy úgy értelmezzük, hogy volt Ruvénnak ez a két felesége, Ruvén meghal gyermektelenül, Simon előtt ott van a két nő, az egyik az legitim lenne mindenkire nézve, Dina, ugye koanitához is hozzá mehetne. Lea viszont koanitához nem mehetne hozzá. Hogyha, és ez jelenti azt, hogy tiltott. De ránézve, Simonra nézve, mind a kettő ugyanolyan státusz, hogy ugyanúgy mind a kettőred elvehetné a sógorház, mind a kettő közül valamelyiket elvehetné a sógorházasság lévén. Ha viszont ez így van, akkor miért mondja a misna azt, hogy ha úgy dönt, hogy elveszi feleség, hogy él a sógorházasság, akkor vegye el azt, aki megengedett, tehát Dina. Hogyha Dinát, és hogyha úgy dönt, hogy halicát ad, akkor adjon halicát annak, aki nem megengedett, Lea. Leának. Miért szempont ez? Ha ránézve mind a kettő megengedett, akkor kit érdekel, hogy a kohanitákra nézve amúgy ki már megengedett, és ki lenne? Tehát nyilván akkor itt nem erről van szó. El a láb, sér a lej, upszula, pszula lej. Akkor mi lehet ennek a misnának az értelmezése? Valami egész más. Az, hogy nem a idegenekre nézve milyen státusza a két feleségnek, hanem ránézve. Magyarul, hogy a két feleség közül az egyik ránézve tilos, a másik ránézve megengedett. Miről beszélünk? Arról, hogy Lea és Dina, a két özvegye Ruvénnak, nem ugyanolyan státuszú Simonra nézve. Miért nem? Azért, mert Lea egy illegitim, de érvényes házasságból volt házasa Ruvénnak, Dina pedig egy teljesen legitim házasságból. Miért? Mert Lea egy olyan felesége volt Ruvénnak, akitől elvált, az hozzáment egy idegen férfihez, majd attól is elvált, és Ruvén ezek után visszavette feleségként. Akkor most Ruvénnak két felesége van, Lea, akivel a házassága illegitim, bár érvényes, de illegitim, és Dina, akivel a házassága legitim. Ezek után meghal Ruvén, akkor oda kerül a két asszony Simon elé, és mit mond a misna, hogy ha halicát akar adni, akkor adjon halicát Leának, hogyha élni akar a házassággal, akkor adjon, akkor sógorházassággal, akkor Dinát vegye el. Ha így értelmezzük ezt a misnát, akkor ebből egyértelműen kiderül, hogy Dina, aki feleségtársa egy olyan asszonynak, aki nem vehetett volna vissza a férje, mert az a válásuk után egy idegen férfihez hozzáment, és attól is aztán elvált, és most vezné vissza. Nos, ebben az esetben Dina, tehát a feleségtárs, az teljesen kóser sógorházasságra, és megkaptuk a választ a kérdésünkre. Azt mondja a Talmud, azt mondja, nem, ez az értelmezés ennek a misnának helytelen,
és nem lehet belőle ilyen következtetést levonni. De ajlang, séra, séra, leálmo, pszula, pszula, leálmo. Valójában mégis arról van szó, hogy a misnában, amikor a misna azt mondja, hogy aki tiltott, hogy van egy tiltott, meg megengedett feleség, az nem Simonra vonatkozóan tiltott, vagy megengedett, hanem idegenekre, tehát például kohanitákra, tehát akkor arról úgy kell értelmeznünk, hogy Ruvén két felesége közül, ugye Lea és Dina, mondjuk Lea az nem lenne megengedett, hogy hozzámenjen egy kohénhoz. Miért? Mert ő egy korábbi házasságból már elvált volt, és egy elvált nő nem mehet hozzá egy kohanitához. Dina viszont hozzámehetne egy kohanitához. Most ebben az esetben, mert neki Ruvénnal volt az első házassága, ebben az esetben, ha Simon úgy dönt, hogy halicát ad, akkor a halicát adja Leának, és ne Dinának. Miért? De Amarav Yosef, Kánsan a Rebi, le ispech adam mélybe, irai váhinim cichim lán. Mert ezzel kapcsolatban mondta Rebi azt, az ember ne öntse ki, ne pazarolja el a kútyának a vizét, hogyha másoknak szüksége lehet rá, magyarul. Ugye a szabály az az, hogy egy kohén nem vehet el egy elvált nőt. Egy özvegy nőt elvált, de egy elvált nőt nem vehet el. Az elvált nő státusz az vonatkozik arra a nőre is, aki halicát kapott. Tehát, hogyha van Ruvén, gyermektelenül hal meg, és van két felesége, akkor az a feleség, és van Simon, Simon nem él a sógorházasság intézményével, és halicát ad, ugye elég az egyik feleségnek, az egyik özvegynek halicát adnia, akkor az a nő, akinek ő halicát adott, az már nem mehet hozzá egy kohénhez. A másik nő viszont igen. Ezért abban az esetben, hogyha Ruvénnak két felesége volt, az egyik Lea, a másik Dina, Lea amúgy sem mehetne hozzá egy kohanitához, mert ő korábban már volt egy korábbi házassága, amiből elvált, és ezért ő egy elvált nő státuszában van. Dina viszont hozzá mehetne egy kohanitához, akkor Simon a halicát ne Dinának adja, hogy ezzel úgymond elrontsa az ő lehetőségeit, és Dina már nem mehet ezek után hozzá egy kohénhoz, hanem adja a halicát Leának, aki így se úgy sem mehetne hozzá egy kohanitához. És ha viszont így értelmezzük a misnát, akkor a misnánkból semmifajta következtetést nem vonhatunk le arra nézve, hogy a Machzir Grus asszony, ha valaki visszaveszi a feleségét azután, hogy attól elvált, és az hozzáment közben egy idegen férfihez, akkor ez esetben ennek a nőnek a feleségtársa milyen státuszban van, az esetben az illető férfi meghal, és a testvére elé kerülnek. Tasmám, a Machzir Grus asszony, misen niszeiz, hívetszer asszony, hely lecesz. Azt mondja a Talmud, oké, akkor van egy másik brájta, amiből viszont erre a kérdésre választ próbálunk adni. Ugye mi a kérdés? Még egyszer, tehát hogyha van Ruvén, neki van két felesége, Dina, akivel minden teljesen legitim, és van viszont egy másik felesége is, Lea, akivel illegitim a házassága. Miért? Mert Lea korábban a felesége volt, elvált tőle, Lea hozzáment egy idegen férfihez, attól is elvált, és ezek után vette vissza Ruvén, ami tilos, akkor ez esetben, ha Ruvén meghal gyermektelenül, mi a helyzet Dina és Simon között? Dina hozzámehet-e Simonhoz a sógorházasság révén? Mit mond erre a Talmud? Van egy brájta, ami látszólag nagyon könnyen értelmezhető, úgyhogy erre a kérdésre ad választ. Itt mond ez a brájta, a Machzir Grus asszony, misen niszeiz, hívetszer asszony, ha lecesz. Ha valaki visszavette a elvált feleségét azután, hogy az egy idegen férfihez hozzáment, és ez az illető utána meghal, akkor mind a nő, mind pedig a feleség társa halicát kell, hogy kapjanak Simontól. Hívetszer asszony, szálka dájtach, nyilván ez itt nem stimmel, mert két feleségnek nem kell halicát kapnia semmiképp a sógoruktól, elég egy nőnek halicát kapni, akkor hogy kell a szöveget értenünk? Oly hi, oly szarasza,
úgy kértelünk, hogy vagy ő, vagy a feleség társa kell, hogy kapjanak halicát. Ebből pedig megkapnánk a választ, hogy Dina nem mehet hozzá Simonhoz, tehát nem csak az illegitim házasságból lévő özvegy, hanem a legitim házasságból özvegy így sem élhet a sógor házasság intézményével Simonra nézve. Azt mondja, Talmud, vagy lávkötőrőcökömi tárcöld, a taricahi íhaj lecesz, vagy szaraszai íhaj lecesz, a mi szerepem, azt mondja, Talmud, ez nem jó, ez nem egy jó bizonyíték, mert ha már egyszer a Brájta szövegét módosítanunk kellett, pontosítanunk kellett, akkor miért így pontosítottuk? Pontosíthatjuk úgy is, hogy a Brájta valójában azt mondja, hogy, ebben az esetben ő már, mint az illegitim házasságban maradt özvegy, kapjon halicát, a másik feleség pedig vagy kapjon halicát, vagy vegye el Simon a sógorházasság révén. Tehát magyarul akkor ebből a brájtából nincsen bizonyítékunk. Akkor még mindig nem sikerült bizonyítékot vagy választ találnunk a kérdésre. Valamúgy megy tovább, és egy következő diskurzusban is idéz egy következő diskurzust, amiben ez a kérdés fölmerül. Amarab hiabarába, Rabbi Yochanan bai. Azt mondta hiabarába, Rabbi Yochanan egyszer föltette a következő kérdést. A mágzatus az, hogy mi se niszeisz, szóval rossz a máu. Mi van akkor, ha valaki visszavette a feleségét azután, hogy attól elvált, és az hozzáment egy idegen férfihez? Ugye ez tilos, hogy már többször mondtuk. Akkor itt van egy illegitim házasság, és van neki egy másik felesége is, Dina, akivel legitim a házassága. Ha meghal Ruvein, akkor a két özvegy, az egyik egy illegitim, a másik egy legitim. A legitim özvegyel mi a helyzet? Mi az ő státusza a sógorral, a sógor viszonylatában? Amellé Rabbi Ami veti bajelech hi gufa. Azt mondta erre Rabbi Ami, Rabbi Yochanannak, várjunk csak. Miért csak Dinával kapcsolatban merül fel a kérdésed? A legitim özvegyel. Az illegitim özvegyel mi van? Mégis létrejött egy érvényes házasság. Akkor miért nem merül fel a kérdés, hogy mi vele a feladat Simonnak, ugye a sógornak? Hígú föl lőjkömi bejallej, damlinan kádlachaimérbe mutarla a szura. Basszurla lőjkhal sekén. Azt mondja, vele kapcsolatban nem nagyon van kérdés. Mert itt egy kávehomért tudnánk egy könnyebbről, nehezebbre való következtetést tudnánk érvényesíteni. Ugyanis azt kell, lehet könnyen mondani, hogy ha magára, Ruvénra nézve tiltott volt, illegitim volt Lea, mert közben hozzáment egy idegen férfihez, és ezért nem vehette volna vissza Ruvén, akkor ha ránézve tiltott volt, és illegitim volt ez a házasság, akkor pláne, hogy a testvérére, Simonra nézve illegitim ez a házasság. Kikem, mi baj egyszer az, máj mi állim kávehajmeli mit hegy szarajla, és ezért vele kapcsolatban nincs kérdésem. A kérdésem az ő feleség társával kapcsolatban kérdés, hogy ha már ez a kávehomer, ez a könnyebbről, nehezebbről kiváló következtetés érvényesíthető, akkor ez olyan erőse, hogy ez egy érvényes érvelés legyen a feleségtársra nézve is, vagy sem, és a feleségtársat is megtiltsa Simonra nézve. A következő módon akarta erre a választ megtálni. Amarab hiha bár abba, baj Rabbi Yochanan, és itt most idézzük ugyanazt, amit az előbb már idéztünk, ugyanazt a próbálkozást arra, hogy ezt megválaszoljuk, és mi ez a próbálkozás, az, amit Rabbi Yochanan mondott, hogy van egy, neki is felmerült egy kérdése, a Márkzikus az, hogy mi sinész ez máu, mi a helyzet akkor, hogyha valaki visszavette a feleségét, miután elvált tőle, és az egy idegen férfihez hozzáment, mi ennek a státusza, hogyha meghal Ruvén, amelyre Vámimeti Bajlachca Rasza, mire azt kérdezte tőle, Rabbi Ami, miért csak vele kapcsolatban kérdezed? Miért nem kérdezed? Bocsánat, rosszul mondtam. Tehát az előbb elmondtuk, hogy merült fel a kérdés Rabbi Yochanannak. És ugye volt egy kitérőnk, amiben azt mondtuk, hogy Rabbi Ami azt kérdezte Rabbi Yochanantól, miért a
csak a feleség társával kapcsolatban teszed fel a kérdést, miért nem teszed fel a kérdést magával az illegitim házasságban lévő nővel kapcsolatban is. Mire elmondta Rabbi Yochanan, hogy miért nem így tette fel a kérdést. De az egész kérdés feltevésnek van egy másik változata is. Rabbi Yochanan föltette a kérdést, de nem a feleség társra nézve, hanem a magára, az illegitim feleségre nézve. Mire megkérdezte tőle Rabbi Ami, miért az illegitim feleségre nézve teszed fel a kérdést, miért nem az ő legitim feleség társára? Mire azt mondta, hogy azért nem, mert az a feleség társra nézve szerintem nincs kérdés, és egész biztos, hogy a Simon, a sógor élhet a sógorházasság intézményével ránézve. Inkább magára, a feleségre, az illegitim feleségre nézve van kérdésem, és a kérdésem az az, hogy a Kálva Homer egyáltalán alkalmazható-e. Mi az a Kálva Homer? Az, hogyha Ruvénre nézve tilos volt ez a nő, és illegitim volt a házasság, akkor pláne, hogy a testvérére nézve illegitim. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez a Kálva Homer, ez alkalmazható. És itt jön az, hogy idézi a Talmud azt, amit már korábban próbáltunk magyarázatként hozni. Ugye van az a misna, hogy hajsz áhász kséra, áhász pszulémai a hajlet, hajlesz a pszulémai a jamilak kséra. Hogyha van valakinek két feleség, akkor a misna azt mondja, hogyha van két feleség, Ruvénnak, Lea és Dina, és meghal Ruvén gyermektelenül, és Simon elé kerül a két nő, és az egyik kóser, az egyik megengedett, a másik tiltott, akkor ha úgy dönt, hogy jibumot akar csinálni, akkor tehát él a feleség a sógorházasság intézményével, akkor azt tegye azzal, aki megengedett, ha nem akar élni vele, hanem ha licát akar adni, akkor adja azt annak, aki tiltott. Mit jelent az, hogy megengedett és tiltott? Nyilván nem jelenteti azt, hogy megengedett vagy tiltott nem ránézve, hanem másokra, például a kohanitákra nézve. Mert hogyha ez így van, akkor kit érdekel, hogy megengedett vagy tiltott, ránézve, Simonra nézve mind a kettő nőnek ugyanolyan a státusza. Ezért nem mondhatunk más, mint az, hogy ránézve az egyik tiltott, a másik megengedett. Mi lehet ez, hogyan lehetséges? Ez úgy, hogyha az egyik nő az egy visszavett feleség azután, hogy idegenhez hozzáment. Tehát Ruvénnek a két özvegye közül Lea például egy illegitim házasságból van, illegitim házasságból özvegy, mert Leát úgy vette vissza Ruvén, hogy az egy idegen férfihez hozzáment. Dina viszont egy teljesen legitim házasságban van. És Simon elé kerül a két nő, akkor ezt jelenti az, hogy az egyik ránézve legitim, a másik illegitim, Lea illegitim, Dina legitim, és mit mond a misna, hogy a Leának kell, hogy adjon halicát, ha halicát akar adni, viszont a feleség társát, Dinát elveheti, hogyha ibumot akar csinálni, és itt van, megvan a válasz a kérdésre. Mire mit mond a Talmud? Elveti ezt az értelmezését a misnának. Loik sére le álma, upszulla le álma, de komárta kivendeli idei háza, máj napkile miné, és a Jószef drámárjám, Jószef káncsan, a rebile ispe hadamé, bajrbetsz, echeim, cichim, lahem. Mire azt mondja a Talmud, hogy nem, mert lehetne a misnát úgy is értelmezni, ahogy eredetileg próbáltuk, hogy a megengedett és a tiltott az nem Simonra vonatkozik. Simonra vonatkozva mind a kettő megengedett, mind a kettő lehetne megengedett, hanem idegenekre vonatkozik. Tehát hogy úgy kell értelmezni, hogy Ruvén két felesége, mindkét felesége legitim volt, de az egyik, az Lea, az olyan feleség volt, akinek korábban volt egy másik férje, akitől elvált, és ezért, mint elvált nő, kohaniták számára ő nem lenne megengedett, Dina viszont megengedett lenne, mint özvegy kohaniták számára, ezért, hogyha halicát ad Simon, akkor azt adja Leának, mert akkor legalább Dina még mindig hozzámehet kohanitákhoz, Lea pedig így se úgy sem mehetett volna hozzá kohanitákhoz. Ha viszont jibumot csinál, akkor elveheti Dinát is, mert akkor az egész nem szempont. Kit érdekel, hogy a kohanitákra nézve melyik megengedett és melyik tiltott? Hát minket az érdekel, ahogy Debi mondta, hogy az ember ne öntse ki a kutyának a vizét, hogyha adnak másnak még esetleg kell. Tehát, hogyha ne rontsa el Dina státuszát azzal, hogy neki adja a halicát, mert akkor ezek után már Dina sem fog tudni kohanitához hozzámenni. Mire azt mondta a Talmud, Tasmán, Márszak, és azt mondja, hogy iszen szívétszer azt, hogy lesz, hogy szívétszer azt, hogy szállt, hogy dájtok ele, éme, olyhi, olyszer assza. Megint csak ugye azt a brájtát hozza a Talmud, amiből korábban mi is próbáltuk már levezetni ezt a választ, és azt mondja, hogy van egy bájt, ami konkrétan azt mondja, hogy ha valaki visszveszi a feleségét
azután, hogy elvált tőle, és az egy idegen férfinek volt a felesége, majd adottól is elvált, és most visszavette Ruvén ezt a nőt, akkor ha Ruvén meghal gyermektelenül, akkor ez a nő is, és a feleségtárs is kapjon halicát, akkor látszó, nyilván ez nem jelentette azt, hogy mind a ketten kapjanak halicát, elég egy valakinek adni halicát, hogy kell értenünk a brájtát, hogy vagy ő, vagy a feleségtárs kapjon halicát. Mit látunk ebben, hogy a feleségtársnak is tilos élni a sógorházasság intézményével, tehát megkaptuk a választ a kérdésünkre. Mire a Talmud azt mondja, hogy láttad úgy szökebb a tárcila, azt tanítsz hachi, híhaj lecesz, vagy szarasza, olyhaj lecesz, vagy miszer nevesz. Ha már a brájta szövegét pontosítanod kell, akkor miért így pontosítod, pontosíthatnád úgy is, hogy az asszony, aki illegitim volt, az kapjon halicát, és a feleség társa pedig vagy kaphat halicát, vagy pedig hozzá mehet Simonhoz. Bárhogy is legyen, akkor nem kaptuk meg a választ erre a kérdésre, tehát nem tudjuk, hogy mi van akkor, hogyha Ruvénnak van két feleség, az egyik egy illegitim feleség, mert úgy vette vissza, hogy elvált tőle, és az hozzáment egy idegen férfihez, és most visszavette Ruvén, a másik pedig egy legitim feleség, ha meghal Ruvén gyermektelenül, nem tudjuk, milyen státusza a legitim feleségnek, mint özvegynek. Kedves barátom, idáig tartott a 11-es lap, hamarosan folytatjuk a 12-essel.